egy ember, aki teszi a dolgát egy életen át, és nem hallott a zenkörről, az meddig juthat el a saját életébe? Örömmel jelenthetem, hogy a haladás az nem zenkör függő. A haladás az ember függő. Az az igazi kérdés, hogy valójában mit csinált az életével az az illető, a tudatával, a lelkével, a testével. Ezek a dolgok számítanak. Az, hogy tudja-e egy sémába rendezni, hallott-e egy bizonyos tanítási stílusra, az nem fontos. Az, hogy valójában mit csinált magával, másokkal, az igen. Szíves. Egyéb kérdés? Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a ying típusú ember kevesebb energiával születik a földre. Látszólag, igen. Igen, és akkor neki kevesebb esélye van az életben, mint a yang típusú embereknek? Nem. Vagy? Ez összetettebb ennél. A yin típusú az később nyilvánul meg, nehezebben mozdul, esetleg nehezebben aktiválható, de nehezebb is kimozdítani, nehezebb is kényszerpályára küldeni. Tehát itt eltérő időben megnyilvánuló karmáról van szó. Ez azért fontos, mert az introvertált és kicsikét magába fordulónak látszó ember, főleg a nyugati világban, de most már az ázsiai versenyszerű világban is, úgy tűnik, hogy hátrányban van. Mert a tevékenyt, az asszertívet, a nagyon komoly önéletrajzzal rendelkező embereket szoktuk keresni, és nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a yang nincs meg a yin nélkül. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen valami, ami statikus, ami nem mozdul, ami elfogad, ami átenged, és a többi. Úgyhogy nincs itt előny és hátrány, csak esetleg késői hozzárendelés. Hogy az ember tudatában, lelkében későn született meg az a hozzárendelés, hogy ez is fontos, nem csak a másik. De a későn érő típusok szinte mind yinek. A yang az nagyon hamar tudja, hogy mit akar. És utána pedig jön a yin, és esetleg 5-6 évvel később, de stabilabban ugyanazt. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet az energiáinkat növelni, vagy adott esetben csökkenteni, elcsendesíteni, és még ezen felül, hogy lehet egy bizonyos célra koncentrálni a meglévőket. Ezzel az utolsóval kezdeném, mert az előtte lévőket meg fogja oldani. Tehát érdekes módon ahhoz, hogy egy célt megvalósítsunk, ahhoz magunkkal kell először nagyon jó tisztában lenni, de ahogy növekedünk szépen fölfelé, úgy tűnik, hogy csak célok sorozatán keresztül tudjuk magunkat megismerni. Tehát itt van egy eredet probléma. Tehát a cél megvalósításához nagyon jól kell ismernem az eszközt, ami ilyen szinten én vagyok, saját magam vagyok, hiszen én szeretném megvalósítani a célt. De önismeret hiányában csak fokozatos célról célra való gyakorlattal és tapasztalattal tudom megismerni önmagam. Mi köti ezt a kettőt így össze? A hibák sorozata. Tehát merjek hibázni, merjem a hibámat beismerni, és merjek újat hozni a tapasztalatok birtokában. És ekkor a célok világosak lesznek, ekkor egyre kevésbé pazarlom el az energiámat, ekkor egyre kevésbé gondolom, hogy csak kívülről tudom ezt az energiát beszerezni. És ekkor alakul ki valami, amiről már egy picit beszéltem korábban, ez a hit. A hit pedig az, hogy amiben hiszek, arra van energiám, akiben hiszek, arra van energiám, akire és amire pedig nincs energiám, abban valószínűleg nem is hiszek. Nem is bízom. Nem is akarom. Nincs is rá időm. Innentől kezdve meglátható az, hogy egy célképzet, egy társaság valamiféle megvalósításához az energiát a hitem és a bizalmam fogja szolgáltatni. Semmi más. Ehhez egy aprócska kis kínai történetet szeretnék mondani. A klasszikus zen korszakában, ez körülbelül Tang dinasztia, zen kolostorban nagyon nagy az élet, több száz szerzetes, zen mester, mindenki teszi a dolgát, és egyszer csak szerzetesek bemennek lelkesen, és megkérdezik a zen mestert. Mester,
Ki tudnánk mi ebből a hegyből faragni a Buddha úr gyönyörűséges ülő szobrát, ahogy meditál és megvilágosodott bölcsességében időzik? És el azt mondja Zen mester, természetesen. Mindenki nagyon örül, leborulnak, tiszteletet adnak, és mennek kifelé. Utolsó szerzetes visszaszól, de mester, tényleg meg tudjuk csinálni? Most már nem. Jó? Tehát vigyázzunk azzal, hogy miben hiszünk, mennyire hiszünk, és mennyire engedjük a kétségeinket felszabdalni azt a célképzetet, ami tényleg valamikor teljes egységben osztatlanul ragyogott előttünk. Az az állapot, az az egyéváltságnak egyfajta lenyomata és lefordítása a mindennapi életre. Jó? Én arról szeretnék kérdezni, hogy mondtad, hogy mindenki valamilyen karmával születik le, és akkor tehát a sors és a szabad akarat, hogy az mennyibe? Kedvenc téma. Mi lenne, hogyha a sorsot és a szabad akaratot most így nem különítenénk el, és azt mondanánk, hogy ami a sorsod, azt akartad, és létre is hoztad, csak esetleg már nem látod és elfelejtetted, és amit innentől kezdve akarsz, az lesz a sorsod. Rövidre zártuk a dolgokat? Kicsit? De remélem nem lett rövid zárlat ennél. Jó. Tehát hasonlat, bumeráng a kezedben. Eldobod, szépen körbe repül, 20-25 másodperc visszaér hozzád. Megfogtad. Eldobod, a következő körbe körbe repüli a kolostort, visszajön hozzád, megfogtad. Következő körben körbe repüli a Sopron környéki hegyeket. Jó darabig nem látod. Te még emlékszel rá, hogy 5 perccel azelőtt eldobtad. A következő már egy egész életen keresztül röpül, és mire 78 éves leszel, visszajön az arcodba, vág, és azt mondod, hú, ezt én dobtam el. Van olyan, amit eldobsz, és a következő életedben jön vissza. Na, ezt látod sorsnak. Úgy érzed, hogy semmi között hozzá. De mégis te csináltad. Tehát a Zen tanítás, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája, az nagyon fontos. Mert így látod azt, hogy az alfa és az omega egyesülésének a pontjában nincs bumeránk. És minden onnan indul, és minden oda tér vissza. Innentől kezdve van realizációs praxis. És ez arról szól, hogy mit csinálsz most, hogyan érzel most, mit mondasz most, mit gondolsz most, mit cselekszel, beszélsz. Ez a pillanat az, ahonnan a bumerángok elindulnak, és ahova visszaérnek. Ezt a pillanatot kell rendezni. Ezt a jelenlétet egyévált tiszta tudattal és energiával érdemes élni, és akkor minden rendben van, a sorsodból út lesz, és az utadból pedig szükségszerűen sors. A szabad akarat soha nem hagy alá. A szabad akarat soha sincs érvénytelen állapotban. De mennyire tudod érvényesíteni? Mennyire tudod kifejteni? Teljesen feltételhez kötött életben élünk. Tehát aki ezt nem hiszi el, az fogja be a saját orrát, száját, ne vegyen levegőt egy jó ideig, mondván, hogy én nem vagyok oxigénfüggő. Meddig? Meddig? És akkor rájövünk, hogy szeretetfüggőek is, étel-italfüggőek is, társ és munka és kreativitás függőek is vagyunk, és a többi. Ezzel a függéssel semmi baj sincs. De az, hogy közben te mit akarsz, és hogy rendezed ezt a mátrixot, az akaratod, a prioritásaid, a hited, az energiád segítségével, na, ebből lesz a sorsod. Jó? Tehát ne különítsük el a kettőt, a kettő ugyanannak az éremnek a két oldala, az egyik enyhén deskriptív, leírom, ez a sors, a másik generatív, akaratlagos, ezt csinálom. És a kettő ugyanannak az éremnek a két oldala. Igen, foglalkoztat az, hogy az egyéni karma és a nemzet karmájának az összefüggése.
egy kicsit nehezen élem meg azt, ami most Magyarországon zajlik. Hát ezzel nem vagy egyedül, látom. És sokszor ezen eltűnődöm, hogy hogy kapcsolódnak az egyének a nemzet karmája, egyének karmája a nemzet karmájához. Közös képzetünkből alakul ki a nemzet képzete. Tehát a közös gondolkodásunkból és identitás érzetünkből, együttműködésünkből alakul ki a nemzet. És ezért mindenki nagyon óvatosan, átgondoltan, együttérzéssel és bölcsességgel válassza meg, hogy milyen identitást szab magának, milyen identitást vetít ki a másikra, és milyen csoportkarmát teremt, melyből a nemzet identitása is születik. Sok és együttérző mantra gyakorlatot javaslok. Nem csak neked, mindenkinek. Ez kipucolja azt a sok-sok szenvedést, azt a rengeteg tévképzetet, azt a megvalósulni sosem látszó reményt, hogy az legyen, amit akarunk. Tehát az lehet, amit akarunk, ha helyesen akarjuk. És ezért kell a belső útunkat járni elsősorban, a lelkünket megtisztítani elsősorban, mert külsődleges eszközökkel nem megy. Külső formában ideális megoldás nincs. Ha belül megtaláltam az optimumot, kívül is meg tudom találni. Ha belül a középúton járok, kívül is meg tudom találni. Ha belül egyensúlyban vagyok, akkor lehetőséget adok a családomnak, a nemzetemnek arra, hogy az is egyensúlyban legyen, hogy kapzsiság, gőg és harag nélkül éljen. Ezt ideológiákból, történelemből, politikából levezetni eredményesen nem lehet. Magunkon kell kezdeni, magunkból kell kitermelni. Kettő kérdésem lenne. Az egyik, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz az energia és a tükör tisztaságú tudatosság. A másik pedig, hogy a szeretet az is energia-e? Hát a másodikkal kezdeném. A szeretet nem csak, hogy energia, hanem a legerősebb és legvágyottabb energia, sőt a legtermészetesebb is. Hiszen mi emberek boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, és ezt az állapotot a szeretetnek nevezett érzelmi és létállapotban tudjuk megvalósítani. A szeretetről ős eposzokat, himnuszokat énekeltek, de mégis a társadalmunk úgy tűnik nagyrészt nem ebben az állapotban van. Tehát vannak akadályok a tudatban, tévképzetek, dualisztikus ragaszkodások, harag és egyebek, amelyek megváltoztatják ezt. Amelyek sajnos nem megfelelő alakra hozzák ezt az energiát. És hatalmas házi feladat nekünk, mint egyénnek és csoportnak, mint emberiségnek, hogy ezt a tényleg mindenek fölött érvényes és szükséges energiát a legtisztább, legegyüttérzőbb, legbölcsebb formára alakra hozzuk. Végül is nem lehet akadályt gördíteni a szeretet elé túl sokáig. Egy ideig lehet. De aztán azért kell feloldani, mert nélküle tényleg nem csak, hogy pengő cimbalom lennénk csupán, hanem el is pusztulnánk nélküle nagyon hamar. Az első kérdésre, hogy a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat milyen energiállapotban van, ahogy a tudat megtapasztalja önnön végtelenségét, ugyanúgy megtapasztalja a határtalan energiát, ami mögötte van. De ezt nem aktualizálja, nem használja föl egyszerre, hanem mindig csak annyit, ami a munkája beteljesítéséhez kell. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy az egyé vált tudat potenciálisan az egész univerzum energiájával rendelkezik, ahogy a vízcsepp, amely visszatér az óceánba, az óceánnál válik, és nem különül el tőle. Akkor az összes áramlat, hullámzás és egyéb így a tiéd. De te is az oké vagy. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy te, mint egyén, egyéváltságod függvényében tapasztalsz kevesebb vagy több energiát magadban, másokban és a világban.
Ezért nagyon fontos a letisztult, egyévált tudat, mert innentől kezdve az energiaállapotod sem lesz akár szélsőségesen magas, vagy alacsony. Mi emberek különböző intelligenciával jövünk erre a világra? Vagy hát amit legalábbis, amit az intelligencia tesztek mérnek. Ugye egy Gauss-görbe alapján van ez az eloszlás úgy nagyjából. Hát ez nem vagyok elég intelligens, de azért folytasd tovább. Jó, nem baj. Gauss-görbe, te. Jaj, hát bocsánat. Életemben, mint matematika? Igen. Akkor már, oké, már kicsiket jobban harang, érzem. Ilyen haranggörbe. Tehát, hogy ugye az intelligencia szint, az, teszem azt föl, 80-as IQ-tól 120-ig az átlagos tartományban van, ez a népességnek körülbelül a 75-80%-a, és jobbra-balra pedig értelmileg szegényebb, illetve értelmileg gazdagabb emberek vannak, igen, élnek. Na, tehát ez így mezítlábasan megfogalmazva. Ezzel segítettél egyébként, de na most mondd. Mindenkinek, én úgy érzem, hogy az nem lenne igazságos, hogyha bizonyos intelligenciához lenne kötve az úgymond tisztább tudatnak, illetve a megvilágosodásnak az elérése. Gátja-e, illetve segítője-e lehet-e egy magasabb intelligencia ennek, vagy akár az alacsonyabb? Az a jó, hogy nincs intelligenciához kötve. Tehát a zen önmagában, mint belátás, rálátás, egyéválás, az nem intelligencia függő. Az tanítói karma és tanítási stílus függvénye, hogy ez hogy jelenik meg. Ez egyébként társadalmi igényen is múlik. Tehát van olyan társadalom, aki csak a tudást respektálja. Ha nem tudod, akkor nem vagy ember. És a legnagyobb dolog az, hogy ami nem tudható, azt felemeljem a tudás legtetejére. Úgyhogy a tanítás egyik alapmondata az, hogy anélkül, hogy különleges műveltséget szereznél, már teljes vagy. De mennyire látjuk ezt? Lin Chi zenmester, kínaiul Rinzai, koreaiul Imje, a hatodik pátriárka utáni iskolák egyik nagy alakja, és 4 évig volt úgy egy kolostorban és gyakorolt, hogy semmit nem fogott fel abból intellektuálisan, ami ott volt. És egyszer csak elérte azt az áttörést, amitől mindenki látta, hogy itt ugye, mi történt, és mester lett. És az ő tanítása volt az, hogy amikor megkérdezték, hogy mi a Buddha, csak elkiáltotta magát. Hol? Megkérdezték, mi a dharma? Ugyanígy elkiáltotta magát. Megkérdezték, mi az univerzális lényeg? Akkor is elkiáltotta magát. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, mi Lin Chi zenmester kiáltásának a jelentése? Ha! Korrekt. Nagyon-nagyon jó. És látod, nem tartott 4 évig. Ez a tükörszerű tiszta tudat, ez mindenkinek a rendelkezésére áll, de hogyha az ember nagyon sokat gondolkodik és ragaszkodik hozzá, akkor nehezebben tapasztalja meg, vagy éppen nehezebben tartja meg. Ha pedig túlságosan alulvezérelt a tudata, akkor pedig nagyon lassan, nagyon kinkeservesen jön rá, de esetleg jobban meg tudja tartani, ha már egyszer megvan. A középút itt is nagyon fontos, és ahogy kérdezted a kérdésed elején, tényleg nem Gauss-görbe függő a realizációs praxis. Ez a jó hír. De az, hogy megkerülhetetlen, és cselekedni kell, és csinálni kell, az pedig ugyanolyan jó hír. A meditáció közben elérhetjük ugye az egységet. Ideális esetben. Ideális esetben. Igen. De hát egész életünkben nem meditálhatunk, hogy a mindennapi életünkben. Miért? Ne! Igen. Mindennapi életünkben hogy igen. Érjük el? Úgyhogy reggel kezdjük. Tehát fölkelünk, és a meditációt reggel elkezdjük. Nagyjából akkor, hogy kinyitottam a szemem, és rájöttem, hogy ismét benn vagyok a testemben. Ez egy jó érzés, mert így ki tudok menni a fürdőszobába. Észreveszem, hogy látok, hallok, járok, tapintok, ízlelek, sőt szagolok is, tehát lehúzom, szellőző. És a meditációnak ez a fajta formája, ez velünk lehet egészen életünk végéig. Tehát ismét a tanítás kebelében
ülve, állva, járva, fekve, ébren, alvásban, beszédben és csendben, folyamatosan, megszakítás nélkül. Mi ez? Mi az, ami lát, hal, szagol, tapint, ízlel bennem? Mi ez a pillanat, amiben vagyok? Mi ez a világ, amiben vagyok? És ez ebben a pontban összpontosul. Ez a meditáció, és nem pusztán a forma. De ahhoz, hogy ez nagyon letisztult legyen, ahhoz néha formális meditáció is kell, néha mantra gyakorlat is kell, néha tiszteletadó leborulás is kell azok előtt, akik ezt már nagyon-nagyon régóta csinálják, tapasztalatuk van, segíthetnek nekünk. Ez is meditáció. És este ne fejezzük be. Amikor jól alszunk, az is meditáció. Mert a kérdés nem múlik el attól, hogy az intellektus ez egy picikét kikapcsol, és lehetőleg nem gondolkodik racionálisan éjszaka, mert az már elég volt nappal, ugye? Álomtevékenység van, de tudatos gondolkodás nincs. És ekkor az álomállapotban nagyon szépen meg tudom tartani ezt a meditatív, rálátó, jelenlévő tudatot. Honnan tudod, hogy ez működik? Ugyanis ha rossz álmod van, akkor bekapcsol, és felébredsz. Tehát nem engedi önpusztító pályára a tudatot, hanem fogja magát, akár a mantrával, akár a kérdéssel először rájössz, hogy álmodom, és utána, ha kell, felébredsz. Egy alapvetően yin beállítottságú egyén hogyan tudja növelni magában a yangot? Lassan. Tehát cselekedni kell. Milyen eszközökkel például? Lágy eszközökkel. Meg kell nézni tényleg, hogy mi az, amiben energiát szeretnél fektetni, ki az, akiben energiát szeretnél fektetni, és ez a yinnél lassúbb, de mondom, stabilabb. Vagy kinek az energiáját szeretnéd elfogadni, és kinek hagyod, hogy társuljon veled. Tehát ez a yinnél egy lassúbb, finomabb folyamat, de nagyon stabil tud lenni. Ez az állandóan izgő, mozgó yangnak egy óriási megnyugvás, hogy végre van valaki, aki nem mozog állandóan. Az ő ott van, és olyan, amilyen. Jó? Tehát igazából akkor tudja a yin aktivizálni magát, hogyha megtalálta a megfelelő yangot. Magában is, másban is. És akkor az úgy kiegészülés rendben van. Mindig mondom, hogy nehogy azt higgyük, hogy a repülőgép egy szárnyal és egy hajtóművel fog működni. A másik szárny és a másik hajtómű is kell. Néha pedig kétszer kettő, vezérsíkokról nem is beszélve. Tehát az egyensúly nagyon fontos, és ezt magadban és a világban egyaránt keresd. Magadban és a másikban találd meg. És ekkor harmonikus, produktív, a megvilágosodás felé tartó életet tudunk élni. Mert ha megnézed, akár yin, akár yang pozícióból indulsz ki, üres kézzel jövünk, üres kézzel távozunk. Semmit nem vihetsz magaddal. Csak a lélek megy tovább az összes karmájával, de semmi, amit név, forma nem viheted magaddal. Úgyhogy az életnek az iránya nagyon fontos. Az a lelkiség, amit tapasztalsz, amit kifejlesztesz, az elsődleges. Az a tudatosság, amivel továbbmész, az a következőben is jelen lesz veled. Úgyhogy innentől kezdve nagyon nagy az ember felelőssége, ha már erre valamilyen szinten rálátott. Ez átalakítja a fontossági sorrendet az életben. Az előbb itt ugye az intelligenciával kapcsolatban kérdeztem. Lehet, hogy egy kicsit máshogy kellene feltenni a kérdést. Tehát az, aki mondjuk racionálisabban gondolkodik. Magyarán mondva, egy kicsit két lábbal áll a földön, meg hajlamos az agyával, megérteni, próbálni mindent, az elég komoly falakba ütközhet, illetve elég hamar falakba ütközhet, hogyha ugye megkíván világosodni, vagy hát így erre az útra szeretne lépni. Nekik mit tudsz tanácsolni? Az, hogy ne biciklivel akarjanak a holdra szállni. Jó. És akkor rendben van. Okay. Előbb-utóbb belátja a gondolkodó ember, hogy nem a gondolkodása fogja megvilágosítani,
hanem legfeljebb irányba tartja, legfeljebb alapokat adhat. És aztán van egy olyan rakás gondolkodás, ami teljesen terméketlen, és azt viszont hátra kellene hagyni. Tehát nem lehet, akármilyen halászhálód van, nem lehet a hálóval a tengert kifogni. Legfeljebb különböző tengeri herkentyűket és halakat foghatsz vele, ami a racionális gondolkodás konklúziója, summázata, esetleges bölcsessége. De nem fogod a lényeget a gondolkodással megragadni soha. Ahhoz egy teljesen más közelítés kell, hogy tedd le a halászhálót, és ugorj bele a tengerbe. Akkor megvan. De az emberek mindig a halászhálóval akarják a tengert kifogni. És sajnos frusztrálódunk több évezred, de hogy ez nem megy. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezen az úton miért sokkal-sokkal kevesebb nőről hallunk, mint férfiről. Tehát vallás alapítók döntő többsége férfi. A szentek döntő többsége férfi. A megvilágosult emberek döntő többsége férfi. Állítólag. Vagy férfinek, igen. És hol vannak a nők? A nők együttérzően figyelik ezt a felesleges versengést, és megpróbálnak szeretetet adni a szenteknek és a terroristáknak egyaránt. Tehát egy nagyon fontos és kevésbé látható szerepet töltenek be így azon formák szempontjából, amikből kérdeztél. De emlékeztetnék arra, hogy a nők buddha természete pontosan ugyanolyan buddha természet, mint a férfiaké. Ugyanolyan módon képesek a megvilágosodásra, mint a férfiak. És az, hogy ők nem merültek bele ilyen szélsőségekbe, mint hódító háborúk, különböző vallások és egyebek alapítása, ez szerintem szükségszerű, mert képzeld el, hogyha a nők is ugyanezt csinálnak, hát akkor nem lenne béke ezen a földön, az biztos. Lehet, hogy egészen más minőségbe tudnák ők csinálni. Igen, de akkor mindenki jöjjön haza a szoknya mellé, akkor nem lehet vándorolni, nincsen igazából az otthon elhagyása, és különböző egyéni és csoportos féltékenységi rohamokban merül ki nagyon sok konfliktus. Tehát ez se lenne igazából jó. Az kellene, hogy a kettő, az otthon és az út, a férfi és a nő, a spirituális és a materiális, a született és a születetlen, ezek egyensúlyban legyenek. Tehát akármelyik oldalra helyezed a hangsúlyt, az torzulatokhoz, egyensúlyzavarhoz vezet. Úgyhogy a zenben és a mahajána buddhizmusban a középút gyakorlata megment minket ezektől a hibáktól. De azért nagyon sokat kell ám igazgatni. Tehát ha megnézed a saját kapcsolatrendszeredet, a saját működésedet, a családi életünket, stb., nagyon sok olyan terület van, ahol lehet javítani, lehet minőséget emelni, rá lehet látni problémákra, és meg lehet őket oldani. Ha már családi életről, kapcsolatrendszerről van szó, kell-e, tudunk-e energiát adni a velünk élő bajban lévő embertársunknak? Szoktál? Van-e határa? Persze, hogy van. Tehát az, aki velünk él és bajban van, az szükséget szenved. Valami módon olyasféle állapotban van, hogy szeretetre, segítségre, odafordulásra, esetleg anyagi támogatásra szüksége van. Meddig viheted ezt? Milyen irányban mozduljunk el? Az első és legfontosabb dolog emlékeztetni őt arra, hogy benne ugyanúgy megvan a képesség a normális bajoktól, problémáktól, szenvedély, betegségtől mentes életre, mint bárki másnak. Egy ilyen helyzetben lévő ember általában ezt felejti el először. És áldozatnak óhajtja beállítani magát, és nagyon sok az elkövető körülötte. Az első ilyen tanítás mellé jöjjön az a feltételhez kötött segítség, amely érzelmeiben és szeretetben feltétel nélküli, de formai megnyilvánulásában feltételhez kötött. Ez azért fontos, mert lehet valakit feltétel nélkül szeretni, de a világ összes pénzét odaadni neki nem. Csak annyit lehet odaadni, amennyi van. A kettőt el kell különíteni. Képesség
a megszabadulásra és a normalitás helyreállítására, feltétel nélküli szerető együttérzés, amit érezzen, és feltételekhez kötött formai materiális segítség, aminek van kezdete és vége, van egy olyan feltételrendszer, amely szerint ez jön, illetve nem. És ezen az úton addig menjünk, ameddig a saját energiánk bírja, és ne vegyünk részt felelősségérzetből más ember önsorsrontásában, mert velünk is ugyanez fog történni. Tehát ezért kell tudnia, hogy a kezet el lehet engedni. Megszűnhet a segítség, és nem tart a végtelenségig. És nem feltétel nélküli. De az ember szeretete, együttérzése, odafordulása, segítő szándéka, az végtelen. Mind a kettő egyszerre kell. És hogyha ez megvan, akkor tudom motiválni arra, hogy igenis működjön közre a saját gyógyulásában, a saját javulásában, mert egyszerre tapasztalja a végtelent és a végest. Egyszerre tapasztalja az emberit és az ember fölöttit. És pontosan kell tudni a saját határaimat. És azt, hogy tudatosan túllépek-e rajtuk, vagy sem. Ami ugyanolyan fontos, hogy ne tegyem felelőssé a bajban lévő embert a saját tetteimért és a saját cselekedeteimért, mert akkor én is szenvedélybeteggé válok, én is ugyanúgy bajba kerülök, mert elkezdtem függeni attól a viselkedéstől, amelyet segíteni akartam. És hogyha nem tudom a saját határaimat, ha nem vagyok magammal nagyon tisztában, ha nem járom nagyon céltudatosan az utamat, akkor függővé válhatok egy függő embertől. Na, ez a tragédia. Úgy tapasztalom, hogy amikor kint vagyok a természetben, akkor töltődöm energiával. Ennek az az oka, hogy az energia a természetben nem blokkolódik, mint az emberben, vagy mi a... Tudjuk ezt egyáltalán? Mikor fejezték ki a fák a rólad alkotott véleményüket? Mikor Soha. Kellett etetni az avart, vagy az erdő alját? A természet azért olyan fantasztikus, mert csak működik. Nincs selejt, nincs szemét, nincs dualizmus, nincs állandó jó és rossz tudata. Tehát nem véletlen, hogy az Éden az egy kert volt, az nem egy ház volt, vagy hotel. Tehát az egy kert volt. És ez azért fontos, mert a természetről van szó. Tehát ott találta meg a mítosz író az ideális állapotot. Úgyhogy amikor teszünk egy szép sétát az erdőben, és elmegyünk oda a Faber rétre, vagy az egyéb ilyen kilátótornyokhoz, akkor pont ezt az állapotot szeretnénk, az osztatlan, spontán, kvázi normálisan működő állapotot újra tapasztalni. Ezért egy erdei séta nagyon-nagyon helyre tud hozni. Ezek a séták nagyon fontosak. Szótlanul, egyé válva ott lenni az erdőben. És ezért nagyon gyakran a zenmester azt mondja, az ilyen nagyon mély kérdésekre, hogy menj, kérdezz meg egy fát. Majd ő válaszol. A tragédiához kapcsolódóan akartam kérdezni, hogyha valakivel sok negatív dolog történik, és mondjuk lelkileg kezd megtörni, vagy meg is törik, és úgy érzi, hogy a hitét is elveszíti, az mit tehet? Vagy egyáltalán tehet-e még magáért? Vagy külső segítség kell neki? Itt meg kell találni magunkban azt, ami mint a főnix madár újra születik a hamvakból. Tehát ne ragaszkodjunk azokhoz a jelenségekhez, még a következményekhez sem, amelyek úgy tűnik, hogy megsemmisítenek minket, vagy azt a személyiséget, azt az életformát, amit éltünk. El kell tudni fogadni első körben. Meg kell látni az okait második körben, új alapra helyezni az életet, önmagunkat harmadik körben, és negyedszer pedig egy új irányba elindulni, már több bölcsességgel a tapasztalat birtokában. Ilyenkor fontos az, hogy az ember csak elpusztítani lehet, legyőzni nem. Tehát van bennünk valami,
ami persze ugye nem csak egy Hemingway sorral jellemezhető, hanem, ahogy ezt az előbb mondtam, mindenkiben benne van a felébredés természete, a megvilágosodás lehetősége. De ez most úgy fordítódik le, hogy van benned valami, ami nem képzett, ami nem tapasztalat, és mégis ez teremti a képzeteket, ez teremti a tapasztalásokat, de keresztül is megy rajta. Tehát a szenvedésteli traumák, azok pont arra jók, hogy ezt az azonosulást lehánsd magadról, hogy újra tud írni az életedet, hogy újra tud alkotni önmagadat. Másra nem jók. Csak fájdalom, az csak fájdalom. De felébredsz-e belőle? Hagyod-e, hogy a tanulságok eltöltsenek? Hagyod-e, hogy egy új élet benned kialakuljon? És innentől kezdve van még a szenvedésnek is ébresztő hatása, sőt. Akarok kérdezni, hogy akkor a gondolkodásnak, vagy a lelkierőnek van ebben szerepe, hogy az ember túljusson ezen? A gondolkodásod és a lelkierő az ugyanaz, vagy különbözik? Én szerintem különbözik. Akkor az egyik erősebb lesz, mint a másik. És azt te tudod, hogy az akaratod vagy a gondolkodásod lesz az, de elárulom, a gondolkodás, az érzelem és a döntés, amely alapján az akaratod működik, azok teljesen ugyanabban a térben vannak. Tehát teljesen mindegy, melyik oldalról fogod meg. Ha valamit elgondolsz és hiszel benne és akarod, a lelki erőd is oda megy. Ha valamit nem érzel jónak, előbb-utóbb azt gondolod róla, hogy ez nem kell, és kivonod belőle az energiát, és a lelked más felé megy. Mást tart erősnek. Máshol leli meg az erejét. Volt kérdés a szeretetről. A szeretetről, mint általános fogalomról. De mit jelent a zenben a szeretet? A zenben a szeretet jelentése, mint általános fogalom? Olyannal nem szolgálhatok. Konkrét definíciót. Definícióval sem szolgálhatok. Olyannal szolgálhatok, hogyha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki, ha valaki szomorú, megvigasztalod. Ha valaki örül, együtt örülsz vele. Ez a négy pont, ez lerakja azt, amit kell. Nincs általános definíció, nincs elmélet. Ezek mind szűkítenének a lehetőségeken. És egyébként is érzi mindenki. Csak ez az érzés tisztuljon le. Ez az érzés legyen mentes véleményalkotástól, ítélethozataloktól és a többi. Tehát az előbb azt mondtam, hogy a szeretet energiája a legerősebb, tényleg azért, mert mindenki ezt akarja, tényleg azért, mert a lelkünk ereje az leginkább ott van. De néha másban óhajtjuk megtalálni, néha akadályt óhajtunk elérakni, néha teljesen elóhajtjuk felejteni. Miért? Mert a szeretetből felelősség is származik. Amennyire felszabadító erejű, olyannyira felelősséggel is jár az, hogy akit megszelídítettél, ugye, nincs külön definíció, de van tapasztalat. És nagyon le kell tisztítani azt, hogy a szeretet az hogyan nyilvánul meg az érzelmekben, hogyan nyilvánul meg a gondolatokban, és hogyan nyilvánul meg a cselekedetekben és a beszédben. Ez egy élethosszig tartó gyakorlat. Én azt kérdezném, hogy a lélek, amely leszületik, annak az a célja, hogy ezen a 360 fokon végig menjen, és kész, és kiszáll valahol, vagy... Te miért születtél le? Hát fogalmam, és ezért kérdezem meg. Én most se tudom, és félek, hogy még... Ha nem tudod, akkor lehetőséged van választani. Szóval? Ahogy általános szeretet definíció sincs... Ez a cél, hogy végigmenjünk a 360-on? Nem ez a cél, hogy végigmenjünk a 360 fokon. Az a cél, hogy ébredjünk már föl, ha ezt akarod. Ha nem, akkor az van tényleg, amit akarsz. Az előbb elhangzott a kérdés a sorsról és a szabad akaratról, az a sorsod, amit akarsz. És amit akarsz, az lesz a sorsod. Tehát, hogy soha nincsenek vége? Ezt szeretnéd, hogy vége legyen? Hát, sokszor. Elgondolkodom. Ha sokszor, ha egyszer, na akkor talán. Tehát tényleg az van, amit akarunk. Ha végig akarsz menni a lélek tudatosodásának a stációin, ha fel akarsz ébredni, akkor valahol majd a zen körön kimutatható a haladás. De hát nem a zen körért létezünk mi, hanem azért van a zen kör, hogy mi felébredjünk. Ez nagyon fontos.
Tehát valójában mi az élet célod? Látod-e, hogy miért születtél meg? Na most, ha nem, akkor kell nagyon-nagyon komolyan belül kérdezni, hogy mi a dolgom, és erre a kérdésre belül választ kapni. Nehogy valamilyen gurunak kinéző szemét, te elfogadjál valamilyen dobozos választ, amit majd kibontasz, és egy nyakadba ugrik az egész. Ez így nem jó. Tehát az arcunkba csap a célképzet, belül lásd meg. Merj a kérdéssel dolgozni. Nyisd meg a tudatodat, a lelkedet olyan irányba. És akkor a kérdésedre egy olyan válasz születik belülről, amely nem mozdul el a kérdés mellől. Ez olyan, mint egy ilyen nagyon természetesen beálló párkapcsolat. Honnan tudod, hogy ő a párod? Onnan, hogy nem mozdul el mellőled. Tovább megyek, te sem mozdulsz el mellőle. Tehát a kérdés és a válasz az így egymást feltételezi, és kiegészülnek. A kérdés marad kérdés, a válasz marad válasz. De együtt vannak, és nem mozdulnak el egymás mellől. És ha csak a kérdést látom, de a választ nem. Akkor legyél türelmes. Hány életen keresztül? Most már nagyon sok. Ha magadban meglátod, hogy miért születtél meg, az még nem jelenti azt, hogy csak azt élheted. Tehát mindig van választási lehetőséged. De ehhez belül látni kell. Ehhez belül tiszta tudatúnak kell lenni. És ahogy látod a választási lehetőségeidet, úgy érzed meg belül, hogy mifelé haladsz, hogy mit akarsz valójában. És ez nagyon-nagyon nagy százalékban a korábbi karmád eredménye, a korábbi választásaid eredménye, a korábbi célképzetek függvénye. De szabad akaratod mindig van, mindig választhatsz, és Mozart is dönthetett volna úgy, hogy ő bizony nem lesz zongorista, aztán komponista, aztán zseni, stb. De az ő géniusz ezt nem engedte, tehát ő neki csak azt lehetett csinálni, amit csinált. Nem tudott másképp cselekedni. Úgyhogy mi a dolgom? Nem az, hogy miért születtem meg, nem. A miért kérdések azok ilyen végtelen ciklusokat tudnak csinálni a tudatban, hogy miért, azért, mert miért, azért. És akkor így szépen keringünk, mint a farkába harapó kutya. És ez nem célra vezető. Lehet ilyet csinálni, de nem érdemes. Nyissuk ki a hogyanra, nyissuk ki a mire, és akkor stabilabban, világosabban látunk, mert a racionális gondolkodásod nem szól bele annyira. A miértre azonnyomban az ő okossága legyárt valami választ, ami igazán nem mély, igazán nem tartós. Tehát mi a dolgom? Hogyan járjam az utam? Mi a fontos? Ki a fontos? Tehát ezekkel a kérdésekkel hónapokig el lehet bíbelődni, és hogyha belül igazán teret engedsz a válasznak, akkor nagyon-nagyon hasznos belátásokra juthatsz, és ismétlem, nem könyvből, nem külső forrásból fogod ezt megkapni autentikusan. Hozzáolvashatsz, hozzátanulhatsz, megtanulhatsz technikákat, elmehetsz különböző tréningekre, mostanában van egy hétvégés megvilágosodási tanfolyam, tudtad? Azért mondom, tehát az öncsalás is végtelen lehetőségeket hordoz, és a felébredés is végtelen lehetőségeket hordoz, de itt dolgozni kell. Tehát ha nem végzed el a munkát, ha nem fekteted bele az energiát, nincs eredmény. Ez ugyanolyan egyszerű, mint valaminek a felépítése vagy lebontása, jó? Ezért kell belül egy picikét törekedni. Mondd. Még eszembe jutott erről a bumerang dologról, hogy ha a jelenben jól teszem a dolgom, talán nem jön annyi bumerang vissza, ha ezt jól értelmezem, majd később. De visszajön, csak annyi. Nem üt, hanem simogat. Szuper! Akkor olyan bumerangokat. Simogató bumerang, igen. De mi van azokkal a régi bumerangokkal, amelyek előző életekből erednek, azokon lehet valamelyest egy kicsit csitítani? Most vagy mitől félsz? Most? Hát miért kérdezel előző életbeli nyakadba szakadó bumerángokról? Félsz valamit? Hát jelenleg nem, de... Hát akkor ne is hajszold magad ebbe bele. Tehát egyáltalán nem. Pillanatról pillanatra nézd meg az eredet és
következmény, ok és okozat viszonyát. Ennyi a dolgod. Az, hogy az melyik életből hogyan eredt, hogy te akkor ki voltál, mi voltál, nem végzünk ilyen szintű személyes levéltári kutatásokat. Felesleges. Most mi van? És akkor nem kell félni. Mert hogyha fél elemedben vagy, akkor nem vagy igazán elemedben. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Beszéltél pár gondolattal a légzésről. Ez egy nagyon fontos kapocs. És ha ez folyamatos, akkor próbálunk odafigyelni rá, hogy folyamatos legyen, akkor én úgy tapasztaltam legalábbis, hogy tudatosabb tudok maradni. Nem kéne inkább, tehát a meditációt megelőzően nem kéne inkább a lélegzettel foglalkozni. Megelőző? Először. Hát az már maga az. Tehát ha úgy gondolod, hogy a tudati rész előtt a lélegzettel, az energetikával kellene foglalkozni, örömmel jelenthetem, hogy ez nem választható szét, sőt nem választandó szét. Tehát ahogy mondtam, információ és energia ugyanannak a valaminek a két megnyilvánulása. És aki csak a lélegzetre összpontosít, és a tudattartalmakat ezzel elnyomja, ezzel nagyon-nagyon lelassítja a realizációs praxist. Egyszer Kalurimpocsét megkérdezték, hogy mester, én már 20 éve figyelem a lélegzetemet, és mostanára már nagyon jól meg is tudom tartani, hogy csak lélegzem, csak lélegzem, csak lélegzem. És nincsenek gondolatok, érzelmek, múlt, jelen és jövő. Hogyan fogok újra születni? És Kalurimpocse, nézd meg egyszer az emlékképeit, mert már ő eltávozott, ilyen együttérző, gyönyörű szempillantással válaszolt, krokodil. De miért? Azért, mert a krokodil csinálja azt, hogy egész nap ott fekszik a meleg sziklán, és csak lélegzik. És semmi más. Úgyhogy azért mondhatta ezt, mert aki csak a lélegzetre összpontosít, és nem engedi a tudatot megtisztulni, az nem forgatja át a saját karmájának a komposztját. És mint tudjuk, azt néha át kell forgatni. Ez azért fontos, mert az emberek tökéletesek szeretnének lenni nagyon hamar. És a saját hibáikat és tökéletlenségeiket egyfajta handicapként, előnytelen dologként, hova tovább akadályként fogják fel. Tehát az ember egy idő után torkig lesz a saját dualisztikus gondolkodásával, polarizált érzelmeivel, és azt akarja, hogy ez most szűnjön meg. Na de ez nem úgy szűnik meg, hogy elfojtjuk. A lélegzettel ezt meg lehet csinálni egy ideig. De aztán előtör az, amit szépen beletoltam a tudattalamba, az ott energiát kapott. Miért? Mert negatív töltetet tettem hozzá, nem akarom, nem ismerem el, nem látom szándékosan. És akkor egy gyönyörűséges napon tudatküszöbünk alól előtör az a hétfejű sárkány. És megóhajtja zabálni a mi kis világunkat, személyünket, a másikat, a satöbbit. Ez különböző szélsőségekben szokott általában megjelenni. Ezeket mi gyártottuk le olyan elfojtott tudattartalmakból, amelyeket nem voltunk hajlandók a látás terébe beengedni, a tudatfelszínünkre engedni, és lezártuk a tudatküszöböt úgy, hogy én csak azt akarom magamból tudni, aminek szeretném képzelni magam. Ez most már sokkal messzebb megy, mint a kérdés. Innen csak elindultunk abból, amit kérdezel. De a lélegzetre való összpontosítás önmagában, mint végcél, a meditációban, legalábbis a zenben nem áll meg. A légzés az csak ahhoz kell, hogy test és tudat az adott pillanatban együtt legyen, de a tudatban a tartalmak megjelennek, mert megjelenhetnek, mert meg kell jelenniük. És ha már láttam, akkor kivettem belőle az identitást, nem énként fogtam föl, mert kivettem belőle az ítéletalkotást, a jó és rossz megjelölését, ezzel a maga okozati környezetében láttam, és ekkor az energiát is, azt a teremtő energiát is ki tudtam belőle venni, amivel azt akkor megalkottam, amitől az képzetté vált. Ha puszta légzésfigyelés van, ezt nem tud elvégezni, ezt a munkát.
arra céloztam inkább, hogy amikor nem célzottan meditálok, hanem vagyok napközben, az akkor... Az milyen jól láttad. Igen? Akkor, ha figyelem azt, hogy tényleg nem szakadozva lélegzem, hanem be és ki szabályosan, akkor azzal nem tudom csökkenteni a töredezettséget a De tudod, ahogy mondtam, amikor a tudat tartalmai nagyon-nagyon rázósak, közlekedési dugó van, esetleges biztosítékkiverődés, akkor energetikával meg tudod fogni. És ahogy mondtam, fontos a lélegzettel való munka. Fontos tudatában lenni a lélegzetnek, hiszen így tudod visszavezetni az energiát a tantiembe, a köldökcsakrába. De ez még önmagában nem elégséges. Viszont nem nélkülözhető. Tehát nagyon fontos a lélegzettel való munka, az, hogy azt nem engeded el, mint a pillanat tudatosságát, de így a teret nem zárod le, hogy a tudatban egyéb dolog megjelenhessen. És persze életmentő tud lenni. Megfogtad itt, és nem kaptál szívinfarktust vagy agyvérzést. Azt tapasztaltam, hogy az a lelki állapot, mikor feltétel nélkül el tudok fogadni mindent és mindenkit, az boldogságot hoz. Tehát törekszem arra, hogy ne legyek ítélkező. De nem tudom egész nap megtartani ezt az állapotot. Tehát mindig előjön. Meddig szokott sikerülni? Hát, attól függ, milyen tevékenységbe merülök el. De ez önmagamra is vonatkozik, nem csak a másra, vagy a világ bizonyos dolgaira. De nehéz, nehéz ez az ítélkezés nélküliség. Bizonyára. Hosszantartása, legalábbis számomra. De jó, hogy észrevetted, erre, de tényleg így. Erre a zennek van-e valamilyen segítségnyújtása, útmutatása, igen, hogy ezen van. Hogyan lehet ez segíteni? Ez nagyon jó, amit kérdezel, úgyhogy ezt így hívják, hogy erőfeszítés nélküli erőfeszítés, cselekvés nélküli cselekvés. Ezek a paradoxonok azért kellenek, hogy meglássuk, hogy mi magunk ítélkezünk, és hogyha ezt a tevékenységet abba hagyjuk, akkor az ítéletalkotás megszűnik. Tehát nem kívülről kell leblokkolni azt az ítéletalkotási folyamatot, amit egyébként is mi indítottunk el. Tehát az erőfeszítés nélküli erőkifejtés, az pontosan az, hogy visszahúzod belőle azt az energiát, amivel az ítéletet alkottad. És ehhez mi kell? Hogy ne higgyünk egy abszolút jó és rossz képzetében, és mihelyt ez relatív lett, mi magunk óvatosabbak leszünk. Hiszen nem lehet olyan gyorsan rámondani valamire, hogy ez kell, ez nem kell, ez jó, ez rossz, ez igaz, ez hamis, hanem lássunk tisztán, és a tisztán látás az, ami ebből a polaritásmentes, ítéletalkotásmentes, dualizmustól mentes tudatból következik. És ez nem könnyű. Tehát itt nem írtuk ki a kapu fölé, hogy könnyű, gyors, zen, ösvény. Ugye ilyet nem látott senki? Mert nem írtuk ki. Csak azt, hogy lehetséges, bizonyos százalék szerint, bizonyos emberek szerint szükséges, és az út járható. Az már, hogy járható, az egy óriási dolog. Úgyhogy nagyon jó kérdést tettél fel. Erre fantasztikus nagy szükség van, hogy az ember észrevegye, hogy a tudatban hogy jelenik meg a jó és rossz abszolút képzete, hogyan alkotok ítéletet ilyen alapon, hogyan szabdalom föl a világomat ezekkel a képzetekkel, és hogyan veszítem el az emberi kapcsolataimat, hogyan leszek képtelen a szeretetre, hogyan élek mindent meg egy fájdalmas részlethalmazban. Mindenki élt ebben a teremben eleget ahhoz, hogy ezt részben vagy egészben tapasztalja. És amikor az ember visszaveszi az energiát ebből, kivonja a kettősségekből a kényszert, az abszolútot nem változtathatatlannak és abszolútnak látja, hanem keletkezettnek, teremtettnek és relatívnak. Akkor kezd el a megszabadulás ösvényen járni, és ekkor tud másokat is megszabadítani attól a szenvedéstől, amit ő maga mért rájuk. Ezért fontos a meditáció és a belső realizációs praxis, mert ez anélkül nem megy. Magadban kell meglátni, magadban kell kezdeni, magunknak kell felébredni.
Ezzel szeretném megköszönni a ma esti kitüntető figyelmét a tisztelt hallgatóságnak, és szeretettel várunk holnap mindenkit ezen a helyen egy 9-től 12 óráig tartó zen gyakorlaton. Köszönöm szépen!